A csősrácok itt is vagyunk egy újabb freestyle-tösösen részben, ami igazából az első, mert új accounton leszünk. Ennek egyetlen egy nagyon nyomós oka van, mégpedig az, hogy rájöttem, hogy nem épp a legokosabb az, hogyha én a main account-ról nyomom a freestyle-tösöset. Úgyhogy erre a célra csináltunk egy másik accountot, ahol jelenleg ugye nincs lejátszott meccsem. Nem látjátok, de a nevem az, hogy Forgó Ferenc. Szóval innent ez az identitásom, én vagyok Forgó Ferenc. Úgyhogy lehet, hogy már most lejátszuk majd a 10 meccset, de majd alakul. Na, nyomjuk neki. Ha szeretnél olcsóban vásárolni Rocket League itemeket vagy kreditet, akkor a legjobb megoldás erre az Red Exchange. Minden platformon elérhető és nagyon egyszerűen működik. Ha fizettél és készen áll a rendelésed, akkor kérheted is az invet, a bot pedig azonnal odaadja, amit vásároltál. Használd a leírás tetején lévő kódomat plusz 3% kedvezményért. Na, első enemink az Goku 35, és 100 MMR-om van, vagy rosszul látom? 100 MMR-om, én nem is tudtam, hogy ennyi lehetséges lenni. Várj, a sideboard-id? Hát igen, ez eléggé lehetetlen. Oh! Hát amúgy annyira nem volt az. Nem, ground pinch. Most úgyis barnosra felvettünk egy videót. Hát, ha jobban mennek azóta a ground pinch-ek. Hát nem egyébként. Igen, erre picit azért számítottam. 11 pont. Ez azért bronz egy. Én nem is tudtam, hogy ennyi lehetséges lenni. Igen, ti ezt nem tudjátok, de egyébként az elején ilyen 50 valahányakat szokott adni, tehát nem 11-eket abszolút. Szóval lehet, hogy még ebben a részben lejátszok azt a maradék 9 meccset egyébként, mert ezek még úgyis ilyen viszonylag könnyebbek, csak azért, hogy felkerüljek ilyen diába vagy dia fölé. De 181-en van! Micsoda? Reggel 9-kor kajak, mindenki ilyen low MMR-on van. Esetleg itt egy triple flip. Úristen, milyen rossz szerűszetem. Hát majdnem a szemem kifolyt. Ja igen, és ez lehet, hogy sok embert nem érdekel, de egyébként lett új Instagramon. Pár évvel ezelőtt engem feltörtek, szóval azóta nekem igazából nincsen egy ilyen, nem tudom, 3-4 éve nem lett Instagramom kb. De most üdvözöltem, hogy csináltam egy újat, szóval ha esetleg akartok, akkor ott be tudtok már követni. Na jó, és hogyha már afkol a srác, akkor lehet, hogy még egy ground pinch-ot megpróbálok rajta. Ú, de messze vagyok a kaputól, ember. Na jó, második is behúzva, ezért kaptunk 15-öt. Kemény 15-öt. Úgyhogy hát remélem magasabbat is fog lassan találni, mert ebből nem dia lesz így, hanem a 10 meccs után, hanem platinum kb. Na, harmadik ellenfél, mennyi van? 245, ezt nem hiszem el. De ez hogy lehetséges? Vagy lehet ez ilyen új cucca jött be egy újabb déttal, vagy mi? Jó, most csak azért is ground pincseket fogok próbálgatni. Hát never mind. Az item lett meg az utolsó touch sajnos, pedig az úgy nem volt rossz. Majdnem lett egy triple reset, vagy hát lehet csak a touch lett meg a végén. Jó, ezen is túl vagyunk. Még 6 meccs kell, hogyha minden igaz. Szerintem ez egyébként így lett behozva. Már kezdem azt gondolni. Mert ő például már 329-en, tehát ilyen folyamatosan növekvő. Nem az, mint eddig, hogy nagyjából 600 fölöttieket dobott be. Amelyik nem is tudom mi. Gold? Hoppá. De most lehetek ilyen gold környékén egyébként nagyjából? De csak kiszakítottam a kapufát, ez mi volt? De mekkora ground pitch volt, azt a jó Isten, ez tuti ment ilyen 160-nal legalább. Jó, ezen a meccsen is túl vagyunk, jöhet az 5., 6., valami ilyesmi. Oh, pont meg lett, de ő erre nem, amúgy nehezebb jóval. Még úgyis, hogy csak 400-on van, 403-on. Ő már védekezik rendesen. Kukszír maybe? Hát nem jön közelebb, úgyhogy valószínűleg kivéd, hogyha kapu. Nem kapu. Még egyszer kukszír? Na jó, ez mellett a trollkodás. Kapu, de nagyon nyenge, ja. Igen, a kukszír általában akkor működik, mikor nagyon közel van az enemy is. Ilyenkor, mikor például most itt teljesen hátul van. Kapura pincselhetem, de nagyon kevés az esély arra, hogy ez be is fog menni, mert ugye elég könnyű kivédeni, hogyha kapuba áll. Jó, mondjuk ez nem volt rossz. Jó, most felpusolt, most. Kapura. Aj, de hova? Jó, ezen a meccsen csak kukszírral szkórolhatok. Ez lesz itt most a challenge. Jó, megint fölpusolt, ez nagyon jó nekem. Itt valahogy csak awkward ráfordulni. Hát, ja. Hát, ez fölé nagyon mi. Ja. Igen, már talán picit egyértelmű, hogy oldalfalra viszem. Jó, ez a jó. Kapura léci. De hova a jó Istenbe? Jó, most közel van, hogyha jól hallom. Aha. És már készül a másik far, na jó. Hát ezt nem viszem el. Aj, de rossz. Fú, hát ez brutál. Még szerencsé 1-0 van nekem. Vagy legyek fair, hagyjak be egy gólt. Jó, tudjátok mit, várjál. Ne, de hova lövöd, bátya? Kapum az nem arra van.
Jó, legyen OT. Egy Kuxir pincset szkórolom kell, csak úgy nyerhetek. Bár mondjuk ezt lehet nem gondoltam át, mert elég ráállt arra, hogy fogja a Kuxir pincsémet, úgyhogy hát ez nem egy jó ötlet. De most lepasszja nekem. Csátok menni ezen a másik falra, hogyha minden igaz. Aha. Az. Nem kapu. Még nagyon a kapuba áll, ez a probléma. Az kapu mondjuk. Hát nem, kapufa. Na jó, de ez már közel volt, ez már nagyon közel volt. Mert igazából szerintem tudnék olyat kukszírozni, amit nem szed ki, úgyhogy ha kapuba áll. Hát igen, ez fogja. Aj, de nem elég erős, meg nem is kapu. Ó, az mondjuk nem rossz. De fölé, nagyon fölé ez is. Nem, ezek már kezdenek jól kinézni. Az a na jó, valahogy... Jó, oké. Taktikát kell váltanom, mert nem lehet a kapuba. Tehát én most megpróbálom azt, hogy húzom itt az időt picit, hát aki pussol. Elhitetem bele, hogy afkolok, vagy nem tudom. És pont mikor rám jön, akkor elviszem a jobb oldalsó falra. Nézi van a labdát? Nem is érdekli. Bro, az having fun. Hát ezt nem hiszem el. Labda nélkül is el van. Hát ez hihetetlen. Na jó, akkor... Akkor nincs más esélyünk. Szkórolni kell egy olyan kukszírt, amit soha az életben nem szed kell. Várja, most fölpussol teljesen. Most nincs kapuba. Fölé nyilván, fölé, ezt nem hiszem el. Már 4 perc, itt vagyunk OT-ba. De literálisan visszapasszja nekem a labdát, hát ezt nem hiszem el. Ó, fölpusolja. Aha, szerintem rájött, hogy nem a crit lenni egész nap. Na mondjuk, az szomorú lett volna, hogyha most ebből gólt kapok. Ah, megint visszament a kapuba, ezt nem hiszem el. Mit csinál? Ilyen a világon nincs. Ilyen kukszír pincse nyerem meg. Hát legalább kapura ment. Legyen az, hogy most csak ground pincset szkórolhatok. Amúgy én azt adnám. Ez lesz a mostani. Hát legalább... nem tudom, picit lett csak hány ingerem ettől a ground pincstől. Na jó, legyen az, hogy még ezt lenyomjuk. Ezen a meccsen csak is kizárólag ground pincset szkórolhatunk. Mert nálam már 46 perces a felvétel konkrétan. De jó a setup. Nagyon rossz a pinch, mi van? Az, hogy ground pinchben sok nem megy, ami rossz. Tehát például ez itt 119-szel ment, el sem emelkedett a föltön, meg semmi, de bement. Lehet mást kér. Oh, legyen ceiling pinch, na az mondjuk tough, az nagyon tough score. Majdnem megfulladtam a nyálamba, az nagyon tough score-olni. Azt hittem, ez nem megy belsőre. Legyen Moxie flick, azt úgyis, nem, Moxie-nak hívják? Nem Moxie-nak hívják, minek hívják? Basszus, pedig gyakoroltam is. Nagyon nem jó fej. Magtuf, eszembe jutott Magtuf. Egy? Hát igen, ez nem lett gyakorolva egy ideje. Igen, ez nehezebb lesz jóval. Ő is falra viszi? Ő is falra viszi. Gyerünk fair, azaz nagyon te vagy. Oh. Respectable try. Tudom respektálni. Azt mondom, hogy elfelejtettem, hogy szoktam. Mi van? Tehát megvan a reset, onnantól át kéne fordulnom egy ilyen pozícióba, és ezt cancelölni. Ja tényleg a másik irányba, de hülye vagyok, hát teljesen rossz irányba akartam kell, tehát nekem így kell beállnom, és onnan lesz meg majd, közben majdnem rám klippelt a csávó, mi a fasz? De várjál már, hát ő nem ilyen goldba van nagyjából, goldba nem is tudnak érjelezni az emberek. Oh, azaz. Nem mondod, hogy ez bemegy. Jó, azt hittem. A csávó 478-on van, azt szerintem gold, és így tud érjelezni, ez mi? Hát vannak diák, akik nem repülnek így. Oh, de tough. Igen, ez már sokkal nehezebb. Hoppá, elnézést uram. Na várjál, majd most. Komolyan elmisszeltem a boostot. Ez valami hihetetlen. Ja, most meg tökre nem is azt csinálom. Mit csinálok? Várjál, hadd vigyem csak a túloldalra. Mondjuk itt meg nincs boost. Na, pont visszajött. Na jó, köz, Muri Pop. Igen, hozzad csak, Ferri, hozzad. Ne, Fer, mit csinálsz? Ja, a rangunk ugye nem lesz meg, de már 700 fölött vagyunk, tehát tippelném ilyen plat köré, szerintem ilyen plat körül lehetünk, Forgó Ferenc a jelen pillanatban. Hopp, valaki közben barátom akar lenni. Sorry, nem gyűjtök barikat most. Na, és a kövi részben lejátszuk a maradék 4 meccset, és ki fog derülni, milyen rangban végzünk. Lehet így is diák leszünk egyébként, majd kiderül. Onnan már sokkal nehezebb lesz, úgyhogy ja, köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videót, és a következőben majd találkozunk. Sziasztok!